Sziasztok! Jóga és egészség! Ájúrvéda és egészség! Védikus építészet és egészség! Védikus asztrológia és egészség! Ezt a négy területet szeretném most taglalni nektek, hogy ezek hogyan függnek is egymással összhangban. Bármilyen betegséggel is legyen az illető kapcsolatban. Hogyha valaki megbetegszik, akkor tudnia kell, hogy a betegség egy különféle, egyre negatívabb fázisain esett keresztül. És ennek a legelső fázisa a betegség megjelenésének az, amikor a közérzet a Belső megérzéseink területe, a finom érzések területe csorbát szenved, és az illető érzi, hogy valami nincs rendben. Ez az érzet egy értelmi, egy intelligencia beli módosuláshoz, torzuláshoz vezet, ami rossz döntéseket hoz, és az illető folytatja a nem megfelelő életstílust, vagy nem megfelelő ételeket visz be a szervezetébe, vagy használja a nem megfelelő házat, vagy nem megfelelő időben nem megfelelő dolgokat csinál. Nincs összhangban az, az asztrologikai törvényszerűségekkel. Tehát, amikor az értelem elkezd módosulni, az értelem elkezd csorbát szenvedni, akkor már komoly a probléma. Az érzések területén kell rögtön, azonnal változtatásokat létrehozni, és akkor az ember nagyon könnyedén vissza tud állni az egészséges mederbe. Tehát jön az érzések területén egy bizonyos fajta, Változás, amit ezután az értelem területén nekünk ellenőrizni kell, és itt pedig tudásra van szükségünk. Tudásra. Ha nincs megfelelő tudásunk a jogáról, ha nincs megfelelő tudásunk az ájurvédáról, nincs megfelelő tudásunk a védikus építészetről, és nincs megfelelő tudásunk a védikus asztrológiáról, asztrologikáról, akkor nem tudunk megfelelően korrigálni. Tehát mi a megoldás? Meg kell szereznünk elsőnek a tudást. Ezért a védikus öntudat építészeti tanfolyamon, a testmegújító hatha jóga tanfolyamon, az ájurvédikus életmód és főzés tanfolyamom mind-mind ezeket segítik elő, hogy a megfelelő tudáshoz valaki hozzájusson. Most nem sokára Selmeci Csongor József barátom és drága párja Ágica egy nagyon csodálatos és nagyon fontos konferenciába enged betekintést azon jogázó hallgatóiknak, akik szeretnének elmélyedni a joga terápiában, és azon belül is a joga és a rákbetegség megelőzésének, illetve amikor valakinél kialakult a joga terápia lehetőségeibe. Rendkívül fontos és rendkívül komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a joga terén, és külföldi indiai mesterek, és tudósok munkáit összegezve fogják majd a hallgatóság elé tárni, hogy a jóga mennyire tudja segíteni a rákos betegségek gyógyulását, gyógyítását. Igazából mindig a természet gyógyít. Az ember csak visszahozza a természetes állapotot, és erre egy eszköz a jóga, ami neuromuszkuláris, neurohormonális integrációt hoz létre, azaz az idegi, izomzati kapcsolatokat és a, az idegi és hormonális kapcsolatokat állítja helyre. Különféle légzésekkel, ászanákkal, megfelelő életstílus kialakításával, megfelelő táplálkozással. Nos, az ájúrvéda is egy másik szemszögből kezelve, az élettudománya is ugyanezt a célt szolgálja. Ott a megfelelő fűszerek, a megfelelő testtisztító eljárások, pancsakarmák rásegítenek erre a folyamatra. Ugyanígy a jogának is megvannak a maga tisztító eljárásai, a satkarmák, ami hat tisztító eljárást foglal magában. <kül> Tehát a joga életvitele és tisztító technikái, az ájurvéda élet étel, vitele és tisztító technikái. Együttesen képesek minden betegséget harmonizálni, és előbb-utóbb a szervezet átveszi az uralmat, és a betegségek megszűnnek, így a jóga és az ájurvéda az alapokot kezelve megoldja a problémát, eltünteti a betegségeket. De ehhez rendkívül fontos, hogy rögtön az elején le kell szögezni a legfontosabb ajurvédikus és jogikus szabályt, a nem ártás elvének követését, vagyis az illetőnek másképp kell gondolkodnia, beszélnie, cselekednie, vissza kell fognia azokat a kifelé és befelé agresszív, vagy kifelé és befelé. Depresszív cselekvéseit, amivel a betegséget létrehozta. Ez mentális, verbális és karmikus, azaz cselekvésbeli dolgokat jelent. Ennek egyik elengedhetetlen aspektusa az, hogy az illető elkezdi a teljes értékű növényi étrend fogyasztását. Ezt manapság szokták úgy is nevezni az egyik kifejezés rá, rá, hogy vegán, de én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ez az ajurvédikus táplálkozásnak az a része, amikor a teljes tejtermék el van hagyva a táplálkozásból. <kül> Hogyha ez a fajta életvitel, ételvétel megvalósul, és a jóga ajurvéda szabályait az illető követi, nagymértékű mértékű változás jön létre a testében. Viszont van egy rendkívül fontos dolog, ez pedig a térbeli és időbeli kötődése egyes betegséget létrehozó folyamatoknak, amit a védikus építészet, a véda, a teret rendezi, valamint a az asztrológia az időt rendezi az illető körül. Mit jelent ez? Az épületen belül, a lakóépületen és munkahelyen belül vannak olyan építésből eredő veszélyforrások, energetikai torzulásokat hozó források, melyek az emberi testre, idegrendszerre, érzelemre kivetülve betegséges folyamatokat hoznak létre. Mivel ez egy rendkívül komoly és összetett probléma, így nem biztos, hogy sokan megértik majd azt a példát, amit most vala... nem biztos, hogy sokan megértik azt a példát, amit most vázolni fogok de ez történt egy gyerekkori nagyon jó barátom esetében. A ház bejárata előnyösnek mondható keleti volt. De a tornác bejárata egyszerre déli és keleti, és a ház alá délkeletről egy déli, tehát délkeleti saroknál egy déli szuterén lejárat kapcsolódott. Tehát a délkeleti sarok gyerekkortól fogva a barátomnál támadva volt ezzel a déli energiával, méghozzá a megalapozódás ponton, ugye ott van a szuterén, ki van véve a földelem, tehát a délkeleti ponton egy nagy támadás történik a háznál. Ez a terület Agnias, tűzelemhez tartozó. Nos, a háztól, a ház délnyugati sarkától nyugatra volt a nyugatra eső utcafront. Ez azt jelenti, hogy nyugatos bejárat mit hoz? Házhoz képest ez délnyugatos, állandó feszültséget. Ez támadva van egy déli energiával, ami a tűzelemet támadja meg, Agnias délkeletet a barátom nem megfelelő életvitele, ételvitele ahhoz ered, azt eredményezte, hogy ugye a cigaretta, alkoholfogyasztás, amelyek egyébként mérsékeltek voltak, de kiegészülve a húsos ételekkel, sajnos hasnyálmirigy rákhoz vezetett. Hasnyálmirigy, gyomor, emésztés területe, metabolizmus területe, pittadósa területe, agniasz, agni probléma. Nos, az ő esetében, hogyha elhagyta volna a húsokat, a dohányzást, az alkoholfogyasztást. Már nagymértékben valószínű, hogy ez a betegsége már korrigálható lett volna, ha idejében lép előre. De mivel a terület támadva volt, és a munkahelyének is délnyugatos bejárata volt, így ő neki folyamatos, állandó feszültségben zajlott az élete. Véletlenek összejátszása, kiszámíthatatlan dolgok lehet. De ezt a védikus tudás ki tudja számolni. És sajnos, mivel nem történt étrendbeli változás, jogát nem gyakorolt, ájurvéda nem volt figyelembe véve, és a védikus építészet sem, nem lett megszüntetve ez a rossz hatás, így kialakult a krónikus, gyógyíthatatlan betegség. Hogyan lehetett volna mindezt megelőzni? Most a tudás megszerzésével. Ha valaki a tudásban elmélyül, ha valaki úgy érzi, hogy az élete problematikus. Kérem, mélyedjen el a joga, az ájurvéda, a sztápatja véda, és az asztrológia, vagy hogy szoktam mondani, astrologika, és ennek a legmagasabb tudati szintű védikus kifejezése, a védikus asztrológia Jyotis tudományában. Most így jön létre egy rákos megbetegedés, és ennek a komplexitását mindazok, akik átlátják, azokat úgy hívják, hogy védikus szakemberek, védikus tudósok. Jó magam is ehhez a körhöz tartozom, de még nagyon fiatal vagyok, még csak 54 éves, még csak 30 éve kutatom ezt a témát. Viszont azok a nagymesterek, védikus nagymesterek, akik ránk hagyományozták ezt a tudást, azok mindegyike, azt kívánja, hogy ne csak 30, 40, de 50, 60 évig is tudjuk tanulmányozni ezt a tudást, és hogy a magyar mondás is mondja, jó pap is holtig tanul, nos a jó védikus, a szakember is holtig tanul. Természetesen ember vagyok, én is követhetek el hibákat, én sem tudok mindent. De van most már egy olyan komplex rálátásom erre a témára, hogy tudom azt, hogy minden betegséget vissza tudunk fordítani. Minden állapotot vissza tudunk fordítani, enyhíteni tudunk. Hogy a teljes gyógyulás létrejönne, mindaz attól az embertől függ, aki a gyógyulást keresi, és a jó Istentől függ, hogy az illetőt megengedi-e, hogy meggyógyuljon. Minden a természeti törvény végtelen mezejétől függ. De addig, a jóga, az ájurvéda, a sztápatja véda tudását minél több ember tanulja meg, minél több ember jöjjön el a tanfolyamaimra, én azt kívánom, hogy ne legyenek olyan területek az életünkben, amelyek sötétségben vannak. Szép napot kívánok mindenkinek, hogyha tetszett ez a videó, kérlek já lájkold, ha tetszett ez a videó, kérlek lájkold, like iratkozz fel a YouTube, a Bitshoot és a TikTok csatornáimra. És hogyha bejelölöd a csengő gombot értesítést kaphatsz arról, hogyha új videót töltök fel. Valamint nagy szeretettel várok mindenkit a tanfolyamaimra, illetve pár fő esetén, kisebb csoportok esetén ellátogatok az ország bármely pontjára az alaptanfolyamaimat megtartani, minden egyes érdeklődő számára. Nagyon egyszerűek a tanfolyamok, mindenki megértheti, mégis magas szintű tudást adok át benne. Szép napot kívánok mindenkinek! Namaste!